napot kívánok! Önök a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című összeállítását láthatják. Mint ahogy tőlünk azt már megszokhatták, ebben a műsorban érdekes embereket és természetesen életutakat mutatunk be. Ez nem is lesz ma másként. A vendégem Simon Alexandr, azaz Fitness Junkie. Szervusz! Szia! Kezdjük akkor talán a legegyszerűbb dologgal. Mi az, hogy Fitness Junkie, és hogy fűződik a te nevedhez? Én amikor elkezdtem, mindenki ugye azt mondja, aki a fitnessben dolgozik, hogy gyerekkora óta mozog. Ez rám is igaz, de aztán jött az egyetem, a dolgos hétköznapok, és a mozgás kimaradt teljes mértékben az életemből. És bár az életem látszólag ilyen tökéletesnek tűnt, nagyon jó munkahely, párkapcsolat, tényleg anyagi gond mentesen éltem a hétköznapjaimat, mégis azt éreztem, hogy nem vagyok boldog az életemben, és soha nem szégyellek erről beszélni, de ki kell mondanom, hogy igenis pánikbeteg voltam, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelenleg a problémája. És anyukám mondta, hogy menjünk el sportolni, mert talán az segíteni fog, és valóban számomra az az egy óra volt a napban, amikor így mindenről elfeledkeztem, és önfeledten önmagam lehettem. És rabja lettem ennek az egésznek. Egyértelműen, hogy változások indultak be az életembe, sokkal jobb lett az életem, és én ennek az érzésnek lettem a rabja. Szóval a junkie ugye azt jelenti, hogy függő, de én azt gondolom, hogy ez egy jófajta függőség, és ezt szerettem volna átadni, ezt a boldogság érzetet mindenkinek, úgyhogy innen jött egyik este elkezdtem blogolni, és onnan jött ez a név, mert azt gondoltam, hogy ez adja át azt az egész történetet, ami mögötte van. Tehát akkor most gyakorlatilag mint fitness edzőként dolgozom, és igen, akkor ez a program, amit te kifejlesztettél, ez a Fitness Junkie. Igen, ugye a Fitness Junkie alatt vannak otthoni edzésprogramok, Székesfehérváron vannak edzéseim is, de amiről igazán híres lett ez a program, vagy ez az egész dolog, az a táplálkozási programom, ez a legfőbb, és ezáltal tudok mondjuk nők ezreinek segíteni, nem csak Székesfehérváron, hanem a világ összes pontján. Úgyhogy ez az, ami leginkább szerintem érdekes az egészben. Kezdjük először talán magát a sport részét. Uh-huh. Miben más ez a program, mint mondjuk egy másik otthon végezhető edzés? Én azt gondolom, hogy a gyakorlatok sokszínűségében nagyon sokféle programom van, tehát most már 5-6 különböző programról beszélünk, és mindig jövök valami újjal, mert azt gondolom, hogy a változatosság az nagyon fontos az emberek életében, de én a mögötte lévő közösséget emelném ki. Tehát, hogy itt tényleg olyan szinten a világ minden tájáról vannak, Indonéziától, Ausztrálián át magyarok ebben a programban, és ezek a nők minden nap megosztják, hogy mit edzenek a programjaim közül, és olyan szinten egy pozitív, lelkesítő közösség van, amit azt gondolom, hogy a mai világban nagyon nehéz találni. Hogyan képzelhetjük el ezeket, akár az otthoni edzéseket, hogy bekapcsolom a kis videót, a kis laptopot, aha, és akkor gyakorlatilag nyomom veled a felüléseket, fekvőtámaszokat? Nem, ezek én őszintén nagyon sok, tehát sokszor a saját életemből veszem a példákat, és annól, amikor én is még nem fitness edzőként elkezdtem otthon edzegetni, akkor azt vettem észre, hogy ezeknél a DVD-knél, amikor így folyamatosan csináljuk az edzővel, akkor mindig azt néztem, hogy úristen, ő milyen gyorsan csinálja, én nem vagyok ennyire jó, én nem tudom ezt így csinálni, és közben elfelejtettem önmagamra koncentrálni, arra, hogy én helyesen kivitelezzem a gyakorlatokat, illetve az, hogy boldogsággal töltsön el az, amit csinálok. Úgyhogy nem, nálam van egy digitális változat, ahol képekkel vannak a gyakorlatoknak a bemutatása, vannak kis videók, amit előtte megnézhet az illető, de onnantól kezdve igazából a saját tempójában halad. És vannak könnyített gyakorlatok, nehezített gyakorlatok, szóval az a lényeg, hogy mindenki igazából megtalálja benne önmagát, és folyamatosan kapcsolatban vagyok az emberekkel, a csoportokon belül is, illetve tényleg azt mondom, hogy 0-24 órában szoktam válaszolni az e-mailekre, és ha bárki megtorpalna, akkor én mindig ott vagyok segítségként. És mihez van ehhez nekem szükségem? Igazából tényleg csak annyira, hogy van egy
honlapon felmész rá, és meg lehet vásárolni ezeket a programokat, és tényleg lehet akár tévén nézni ugye a videókat, vagy telefonról, de ki is lehet őket nyomtatni. A lányok nagyon szeretik ezeket fényképezni, hogy együtt vannak ezek a programokkal, úgyhogy ki lehet nyomtatni, és nagyon-nagyon sok édesanyja van, szóval rengeteg olyan kép van a csoportban is, amikor a gyerkőcök is beszállnak, de mindig csak a nőkről beszélünk, ezek a programok a férfiaknak is nagyon jó, és engem azt tesz igazán boldoggá, amikor látom, hogy a férjek is ott támogatják, vagy a barátok a hölgyeket ebben az átalakulásban. Én mindig, amikor tornaóra jut ilyenkor eszembe egy edzés folyamán, hogy fekvőtámasz, négy ütemű és felülések sorozata, és folyamatosan ezt ilyen 1000 darabot csinálj meg mondjuk fél óra alatt, vagy egy óra alatt. Nálad ez hogy működik? Én is voltam ezen a testnevelés órán, szerintem ugyanahhoz az emberhez járhatunk, csak viccelek. Mindannyiunknak vannak ezek a rossz élmények, és én tényleg nagyon-nagyon sok emberrel dolgozok nap, mint nap, és pontosan ismerem ezeket a félelmeket, nekem is ugyanezek voltak. El kell mondanom, hogy én mondjuk testnevelésből felmentett voltam, szóval, hogy ez talán lehet egy kis motiváció mindenki számára, hogy még innen is lehet egy sportos életet elérni. Én mindig arra gondolok, hogy az én célom az, hogy boldogát tegyem azokat, akik csinálják ezeket a programokat, ezért van kezdő, haladó verzió, de mindig azt tartom szem előtt, hogy ne legyenek ilyen megalázó érzések. Egyértelmű, hogy ha valamit elkezdünk, az nehéz, főleg, hogy az életmódmásdásnál a sport. De ha nem lenne nehéz, ha könnyű lenne, akkor nem lenne kihívás számunkra, és akkor miért csinálnánk? Szóval azt el kell azért fogadni, hogy igen, az ember az első nap nem fog olyan szépen dolgozni, mint mondjuk én azon a videón, de nem is ez a cél. Tehát, hogy lehet ezt preventíven csinálni, közben élvezni, és majd szépen lassan jönni fognak az eredmények, egyre jobb lesz, és azt hiszem, hogy ez az, ami motiválni tudja az embereket hosszú távon, hogy van hova fejlődni, és látja magán a fejlődést. Mindenhol azt lehet olvasni, hogy 30%-ban függ az, hogy mit eszünk, illetve 70% a sport. Mi ez a 30%? Pont fordítva, 70% a táplálkozás és 30% a sport. Oh. Úgyhogy, és én edzőként mindig nagyon sajnáltam azt mondani, hogy ez valóban így van. Tehát nagyon sokan a sportban látják a megoldást, de én azért számtalan olyan példát tudok mutatni, hogy valóban sajnos a táplálkozás a legfontosabb. És ez azért sajnos, mert heti 3-szor elmenni edzeni a sokkal könnyebb, mint napi 24 órában mondjuk, ugye leszámítva az alvást, figyelni arra, hogy mit teszünk. Szóval ez egy lelombozó hír, de sajnos tényleg a táplálkozás a legfontosabb. Ezért hoztam én is létre ezt a táplálkozási programot, mert egyértelmű, hogy edzőként mindenki hozzám fordul tanácsért. És ez kellett ahhoz, hogy teljes legyen a kép, és segíteni tudjak. Ez a program, ez min alapszik? Azon, hogy nincsen cukor, nincsen liszt, nincsenek édességek, nincsenek gyümölcsök? Nem. Én egy életmódot szeretnék átadni, és tényleg azt mondom, hogy én Amerikában érettségiztem, és az volt az első hízással kapcsolatos élményem, úgyhogy kb. Onnantól kezdve 18 éves koromtól fogva próbálok fogyni, ami eléggé vicces, hogyha azt nézzük, hogy jelenleg vagyok a legnehezebb, ami 50 kiló. De ez csak egy azért egy ilyen mellékes történet, hogy lássa mindenki, hogy nem kell ahhoz igazán túlsúlyosnak lenni, hogy az ember a testével úgymond küzdjön vagy harcoljon. És mindenféle diétát kipróbáltam, és egyértelmű, hogy rájöttem, hogy mi az, ami nem tartható, és mi az, ami tartható. Én azt gondolom, hogy ugye nagyon sokszor, hogyha valaki elkezdi, akkor van az a rész, hogy számolja a kalóriákat. Ez egy nagyon jó módszer egyébként, csak valljuk be őszintén, hogy nem annyira életszerű mindenhova egy kis mérleggel menni, és folyamatosan a telefonunkat bújni. Tehát, hogy ez az egyik része a dolognak. Ha nem kalóriát számolunk, ugye akkor marad egy meghatározott étrend, és általában ezt szoktuk a csirke, rizs, brokkoli diétának hívni, és hát ez sem túl életszerű. Úgyhogy én még mindig visszakanyarodva Amerikához, ott találkoztam először a mennyiségkontrollal, és az én programom igazából mindent enged. Van benne gyümölcs, csoki, bor, tehát, hogy tényleg mindent, mert azt gondolom, hogy ezt így lehet tartani,
így a mennyiségek valóban meg vannak határozva, és a kezdetekben egy ilyen kis mérőcsésze rendszert használnak. Tényleg mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki ránéz olyan, mint egy gyerekjáték, de ezzel azt szeretném megmutatni, hogy az életmódváltás tud olyan lenni, mint egy gyerekjáték. És ez abban segít, hogy a szemmértékünk kialakuljon. Tehát, hogy hosszú távon most már van, aki 3-4 évet csinálja a programot, és ahogyan én is, és egyértelműen már nem használjuk a mindennapi életben ezeket a mérőcsészeket, de pontosan tudjuk, hogy mondjuk húsból mennyit ehetünk, zöldségből mennyit kell ennünk, mert ez a kell, az emberek nem szeretnek zöldséget fogyasztani, illetve mondjuk gyümölcsből mennyit ehetünk, de nem korlátoz le egyáltalán, és azt gondolom, hogy azért is élhető, és azért is sikeres ez a program, mert tényleg nincs igazából megszabva, hogy mit nem ehetünk. Egyértelmű, hogy a cukrot és a fehér lisztet, ez már szerintem ilyen közhelyes, de én mindig azt mondom, hogy ha 80%-ban az emberek tartják ezt a programot, akkor sikeresek lehetnek, a 20% pedig az, hogy élvezzük a családdal együtt töltött időket, egy nyaralást és az életet, mert én nem vagyok ezeknek a fanatikus dolgoknak a híve. Azt gondolom, hogy kicsit kezd elmenni erre fele a világ, és a nők egy újabb önostorozási technikát találtak erre a diéta életmód, de azt gondolom, hogy hosszú távon az egyensúlyt kell megtalálnunk a között, hogy tényleg hajtunk a céljainkért, de közben tudjuk magunkat elengedni és élvezni az életet. Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor se rizs, se brokkoli, se csirke, mármint, hogy nem csak ezeket ehetjük. Nem csak ezeket is lehet választani, hogyha valaki szereti, de ez egy ilyen körülbelül maga a program leírás, az egy 60 oldalas dolog, és én folyamatosan a csoportban, itt is van egy nagyon fantasztikus csoport, folyamatosan anyukámmal együtt kreálunk újabbnál újabb recepteket, tehát tényleg van, aki most csináltunk egy ilyen, ez az üdítős recept, nem tudom, hogy mondhatom-e, ez a régi fantaszelet, teljesen cukorlisztmentesen, és imádják a csajok, szóval mi mindig anyukámmal, aki szintén csinálja a programomat, próbálunk minél több receptet, most már 2 receptes gyűjteményem van, közel 300 recepttel, ami belefér a programba, és tényleg nincs olyan édesség, amit mondanak, és ne tudnánk elkészíteni a programnak megfelelően. Itt említetted előbb itt a receptes könyvet. Mm-hmm. Milyen recepteket tartalmaz? Ilyeneket, amiket például egy kezdő is meg tud csinálni, vagy azért kell hozzá egy kis szakácstudomány? Csináltam direkt egy olyan receptkönyvet, a legelső, az volt, hogy 10 perces receptek kezdőházi asszonyoknak, és tényleg azt gondolom, hogy látva a csoportot is, hogy nem kell ehhez semmiféle tudás, hogy az emberek meg tudják csinálni, és nagyon viccesen a lányok most elkezdték mondani, hogy háziasszony képzőt is nyithatnék, mert nagyon sokan a program hatására kezdtek el főzni, amit persze otthon nagyon díjaznak, de tényleg annyira egyszerűek a receptek, annyira gyorsan elkészíthetőek, hogy ez arra buzdítja őket, hogy minél újabb és újabb ízeket próbáljanak ki, és tényleg elkezdtek főzni, és fantasztikus dolgokat kreálnak, néha elszígyelem magam, hogy szebben csinálják, mint én, úgyhogy nagyon ügyesek. A nagy kérdésem már csak az, hogy mit tegyünk reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, 10 óraira, hogyha nem ehetek kenyeret, akkor mit tegyek? Én ezt mondom, hogy a programommal például kenyeret is lehet enni. Én nem, a mit is nagyon fontos, tehát ugye tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket vigyünk be a szervezetünkbe, de nincs egy olyan dolog, ami mindenkire igaz lehetne. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy persze fontos az, hogyha fogyni szeretnénk, ennek az egyetlen, én azt gondolom, alapvető szabálya az, hogy kalóriadeficitben kell lennünk. És innentől kezdve az, hogy nagyon sokszor kérdezik a lányok, hogy mit tegyünk reggelire, úristen, most estére maradt egy kis szénhidrátom, megehetem, és én azt gondolom, hogy fontosabb az, hogy tartsuk a mennyiségeket, annál, hogy mikor és mit. Ezeknek nincs akkora jelentősége. Tehát mindenki tudom, hogy amikor elkezdi az életmódváltást, akkor nagyon szeretné tartani, meg a legjobban csinálni, de nem életszerű. Én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell megtalálnia, ami a saját napjában a legjobban belefér. Tehát ugyanez az 5-ször együnk, vagy 6-szor együnk, vagy 3-szor,
ami neked megfelelő, és ami biztosítja azt, hogy úgymond legkevesebb szer csalsz. Mellette, az étkezés mellett hányszor álljunk neki sportolni egy nap? Ugye azt mondják, hogy a heti 3x1 óra mozgás az számít sportolásnak. Tehát én azt gondolom, hogy kezdetnek ez a jó, és egyértelmű, hogy minél gyakrabban, annál jobb, de én azt gondolom, hogy itt is el lehet azért szállni egy kicsit, és az emberek annyira belejönnek, hogy elfelejtenek pihenőnapokat tartani. És én mindig óvaintek mindenkit, aki először elkezd mozogni, hogy ez a heti 5-6 edzés, mert nagyon gyorsan elfárad a test, sokkal nagyobb a sérülésnek az esélye, és akkor utána megint kimarad egy fél év. Szóval legyünk boldogok azzal a heti 3 órával, abba adjunk be minél többet, és úgy is érezni fogjuk, hogy mire vagyunk képesek, de nem szeretem azt látni, amikor emberek a rossz táplálkozást le akarják dolgozni az edzéssel. Miért alkottad meg ezt a programot? Egyrészt azért, mert nagyon sokszor az edzéseim után kb. Én most is jelenleg is fél órával vagy 1 órával előtte ott vagyok, 1 órával utána is ott vagyok, mert nagyon sok kérdésre kellett válaszolnom. És annyi volt már a kérdés, és tényleg a program magát alakította, hogy egyszerű volt összefoglalnom egy ilyen kis minikönyvbe, és ez annyira sikeres lett, hogy önmagától életre kelt. Tehát, hogy a vendégeim csinálták először, és szájról szájra terjedt, és most már tényleg olyan szinten, hogy világszintű. Hogy jutottunk el Szandrától, vagy kis Szandrától, aki fel volt mentve tornaórából, egy gyönyörű fitness lady-vé? Ahogyan mondtam, tényleg azért a sport mindig az életem része volt, és akkor ott pár évvel ezelőtt tényleg ebből a pánikbetegségből lendített ki, és úgy éreztem tényleg, hogy abban az 1 órában mindenről elfeledkezhetek, és azt gondoltam, hogy ezt a szeretetet szeretném, vagy ezt a boldogságérzetet átadni másoknak, és azért kiskoromtól fogva eléggé beszédes is voltam, tényleg a társaság középpontja, szóval ezzel nem volt problémám, hogy emberek előtt szerepeljek. Elvégeztem az edzői szakmát, és szerencsére nagyon-nagyon sok vendégem volt mindig is. Én azt gondolom, hogy a közvetlenség, meg az, hogy egymással tudunk azonosulni, vagy annak ellenére, hogy soha nem voltam mondjuk túl súlyos, mégis át tudom lélekben érezni, hogy ők mit éreznek, és nem egy bíráló ember vagyok számukra, hanem egy segítő társ ebbe az egészbe. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez lett úgymond a népszerűségének, ennek az egésznek a kulcsa, illetve tényleg az, hogy nem egy valami fanatikus dolgot képviselek, hanem ember közeli az egész, és tényleg a lélekre ugyanannyit hangsúlyt fektetek, mint a testre. Valóban a futással mindent törölni lehet? Mondjuk egy sport, egy edzést például. Ezt hogy érted? Hogy futás, 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 és lemennek a kilók. Én most ezt a futók nagyon meg fognak haragudni, de én mindig azt mondtam, hogy ez az én vallásom tiltja a futást. Én nem vagyok egy futáspárti, tehát én nem azt gondolom, hogy teljes mértékben megértem azokat az embereket, akiket ez kikapcsol, akik ezt szeretik, de nagyon sok olyan nőt látok, aki azért fut, mert azt gondolja, hogy igen, ettől lemennek a kilók. A futásra is ugyanaz érvényes, mint amit a mozgásra úgy unblock mondtam, hogy nem lehet a rossz táplálkozást lemozogni. Egyértelmű, hogy ha valaki a kanapén ült 20 évig, és elkezd futni, akkor azt fogja észrevenni, hogy mennek le a kilók. És ez egy darabig így is fog működni, hiszen elkezdett aktív lenni. De hogyha minden nap ugyanannyit fut, mondjuk tegyük fel egy éven keresztül, egy év múlva az már nem lesz kihívás számára. Kb. Olyan érzés lesz, mint lemenni a sarki közértbe. Szóval, hogy ez ennyire lesz megterhelő a szervezet számára. Én azt gondolom, hogy a futásnál, hogyha tényleg valóban a fogyás a cél, akkor van sokkal jobb mozgás is. Nagyon sok nő fél a súlyzós edzésektől, mert hogy nagyok lesznek, nagy darabok,
túl kigyúrtak, ez a veszély nem fenyeget minket, tehát, hogy ilyen nincsen, hogy egy nő túl izmos lesz, vagy túl nagy darab. Úgyhogy én mindenkit arra inspirálok, hogy akár csoportos óra keretén belül is, de a súlyzók nagyon fontosak, főleg nekünk nőknek, a csontritkulás szempontjából mi sokkal gyorsabban, 30 éves korunk fölött nagyon drasztikusan vesztünk izmot, ami ugye az egész külalakunkra rányomja úgymond a bélyegét, és mindig mondjuk, hogy jaj, amikor fiatalabb voltam, sokkal jobb volt az anyagcserém. Hát igen, mert akkor sokkal több izmunk volt. Szóval, hogy ez nagyon fontos, teljes mértékben meg fogja változtatni a női testet, de nem leszünk túl férfiasak. Hány kilogrammot vesztettek veled a lányok, nők, asszonyok, és hány centit? Úristen, nem tudom ezt megmondani, nem tudom tényleg ezt megmondani. Most tudok egy adatot, van egy 4 hetes kihívásom, ez mindig nagyon fontos nekem, hogy legyenek egy ilyen plusz motiváció a programba szereplőknek, és most voltunk a második héten, és azt hiszem kb. 2000 centit vesztettünk 2 hét alatt, ez ilyen 150 nő. És rengeteg kilót, tehát nem is tudom elmondani, hogy mennyi kilót, de én mindig azt mondom, hogy nem a kiló számít. Tehát rengeteg olyan képet tudnék, mint a vendégeimtől, saját magamon is tudok ilyen rengeteg képet mutatni, amikor kilóban mondjuk sokkal több vagyok, vagy 10 kiló van a két kép között, de külalakban teljesen más a kettő. Tehát, hogy nagyon sokat koncentrálunk erre a fránya mérlegre, holott ez csak a gravitációt mutatja, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy centikben milyen változásokat érünk el, és tudok tényleg olyat, hogy valaki 42-es ruha méretről 36-osnál tart 3 hónap alatt, és a mérleg 4 kilót mínusz mutat, szóval, hogy tényleg inkább a centik, és mit mutat a tükör, illetve a ruha. Te is el tudod engedni magad? El tudom engedni magam? Ilyen... Úgyhogy kihagyod az edzéseket, persze. Nem rendesen eszel? Igen, én azt gondolom, hogy azért el kell tudni lazulni ahhoz, hogy az ember meg is tudjon feszülni. Tehát igen, én fontosnak is tartom, és ezt nem is szégyellem, el is mondom a lányoknak. Azt gondolom, hogy nekik ez egy motiváció, hogyha látják azt, hogy igen, ehhez nem kell ennyire szorosan kötődni. Egyértelmű, hogy én tartom ezt a 80%-ot, tehát 80%-ban azért a program szerint élek, de nekem ez már valóban egy életmód. Néha igen, lazítok én is az edzésekben, próbálok figyelni a testemre, tehát hogy azért már sok olyat megértem, amikről beszélek, hogy túlhajtja magát az ember, és a másik, ami nagyon fontos, és kevesen beszélnek róla, az az alvás. Nem is tudják az emberek, de az alvás az egyik legnagyobb gátja, illetve nem alvás, a fogyásnak. Úgyhogy ennek is egy nagy úttörője vagyok, vagy szeretek erről beszélni, mert sokan elfelejtik, de az alvás legalább olyan fontos, mint az edzés. Úgyhogy én nagyon sokszor inspirálom arra is, főleg a gyerekes anyukákat, hogy inkább hagyjanak ki egy edzést, de próbáljanak meg 8 órát aludni. És már csak egy kérdésem maradt, hogy mit tudnál ajánlani a kismamáknak, illetve a gyermeket tervezőknek? Én ugye először a gyermeket tervezőkkel kezdeném. Én azt gondolom, és ez egy ilyen nagy tapasztalatom, baba csinálónak is neveznek a lányok, mert nagyon sokan tényleg lettek várandósak a program közben, és azt hiszem, hogy ez is bizonyíték annak, hogy az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a mozgásnak milyen jótékony hatása van arra, hogyha valaki babát szeretne. Úgyhogy mindenkit arra inspirálok, hogy menjen el mozogni. Azt gondolom, hogy tényleg nem ilyenkor kell csúcsokat dönteni, de biztos vannak olyan mozgások, amikben örömüket lelik a leendő kismamák, és az egészséges táplálkozás pedig tényleg nagyon fontos. A kismamáknak ugye ez ott már nagyon egyedi az eset, és soha, mindig azt mondom, hogy ez ugye a nőgyógyásztal kell konzultálni a mozgást illetően. Egyértelmű, aki előtte nem mozgott, nem ilyenkor kell elkezdeni. Azonban nálam is nagyon sok kismama jelenleg is a csoportomban, és egyértelműen, hogy konzultáltak az orvossal, én is figyelem őket, ők is nagyon jól tudják, hogy mit szabad és mit nem egy-egy edzésen, de ők ugye mozogtak már 1 éve intenzíven, és ennek hála
is estek teherbe. A táplálkozással kapcsolatban viszont tényleg csak azt mondom, hogy a táplálkozási programom ennek is megfelelő. Jelenleg végzek pont egy egyetemi kurzust ezzel kapcsolatban, és alátámasztja, hogy teljes mértékben megfelel. Nem kell kettő helyet enni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon nagy tévhit. Nem is a mennyiség a kismamáknál, ami nagyon fontos, tehát ott nem kell egy ilyen drasztikus változást létrehozni, 250-300 kalória, amivel többet kell lenni, úgyhogy ez tényleg nem sok, inkább ugye a tápanyagok azok, amik nagyon fontosak, de erre a nőgyógyász is felhívja a figyelmet, illetve én is szoktam azért nekik javasolni, hogy mire kell odafigyelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, önöknek köszönöm. Pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép napot kívánok!